Az idei Agromas Expo gép kiállításon is impozáns standdal jelent meg a Védelstad Kft. És nem csak megjelentetek, hanem egy nagy díjat is elvittetek. Igen, ez valóban így van. Egy nemzetközi termékfejlesztési nagy díjat kaptunk digitalizáció kategóriában. Az e-services rendszerünkkel, ami kétféle kultivátorunkhoz érhető, elvontatott szántóföldi kultivátorunkhoz, és valóban ez egy nagy díjas gép. Hogyan kapcsolódik ehhez a kultivátorhoz, illetve ennek a kultivátornak a működéséhez a digitalizáció? Mondhatnánk azt, hogy lehet szakítani a hagyományokkal, legalábbis megvan a lehetősége, mert eddig gyakorlatilag, amit beállítottunk a nap elején, vagy a gépkezelő beállított, az onnantól fogva jellemzően egész nap úgy dolgozott, hogy egész szezonban abban a mélységben, ahova egyelőre konfigurációt kialakított, és ha esetleg mélységváltoztatásra került sor, vagy a rögrendező sor, hengel sor, tárcsás egység változására, mélységbeli változására volt szükség, azt önállóan hidrolikával a gépkezelőnek kellett elvégeznie, nyilván ezt ellenőrizni is kellett. Ezzel a rendszerrel, az e-services rendszerrel arra nyílik lehetőség, hogy egy előre betáplált térkép alapján, gyakorlatilag a követ különböző szintű tömörödöttségű területeken automatikusan fogjuk beállítani, magától állítódik be gyakorlatilag a különböző szekció a gépen belül, tehát a kapas szekció, a tárcsás rendszer, rögrendező vagy a hengeregység. Magyarán mondva nincs szükség arra, hogy a gépkezelő kiszálljon, ellenőrizze és beállítsa a megfelelő értékre. Ezzel egyértelműen ugye költséghatékonyabban lehet dolgozni, ugye nem lesz plusz művelet azokon a területeken, ahol ezt nem igényli a talaj, tehát okszerűen tudunk gyakorlatilag a géppel dolgozni. Ti voltatok az elsők az országban, akik a forgatás nélküli talajművelést hirdettétek először, és hát azóta is az élen jártok ebben a technológiában. Hogyan értékeled azt, hogy most már az elkövetkezendő években a földalapú támogatási rendszerbe, illetve egyéb támogatási rendszerekhez is kapcsolták a forgatás nélküli talajművelésnek az alkalmazását? Én leginkább lehetőségként élem meg, és hogyha nem is a mi szempontunkból, mert nyilván mi eddig is ebben a rendszerben dolgoztunk, azokkal a gazdaságoknál tudtunk együttműködni, illetve gépet kínálni, akik ebben a rendszerben tudtak gondolkodni, vagy elindultak egy új úton, tehát a forgatás nélküli, illetve mondjuk a mulcshagyó technológiával szerették volna a gazdaságukat üzemeltetni, illetve ebbe a rendszerbe dolgozni, és a lehetőséget abban látom, hogy ha rákényszerítik bizonyos szempontból a gazdákat, akkor azoknak is muszáj lesz afelé fordulni és tájékozódni a tekintetben, hogy mit is jelent ez, milyen előnyökkel jár, akik esetleg eddig nem lépték meg ezt. Tehát nem feltétlenül arra gondolok, hogy valami tiltva van, akkor az egyértelműen majd afelé fogja eltolni a gazdákat, hiszen mindenkinek megvan a maga elképzelés, és jellemzően az, hogy nehogy már megmondják nekünk, hogy hogyan és mind gazdálkodjunk, de ez a vonal egyértelműen afelé tolja el, hogy ezt tekintetben ismeretet kell, hogy szerezzenek. Hát jó példákkal számtalan gazdaságban találkozunk, akik már 10 évnél nagyobb távlatra visszatekintve is számüzték ezeket, fogalmazzunk így, tehát forgatás nélküliben gondolkodnak, és ezeket a jó példákat egyszerűbb lesz úgy gondolom adaptálni azoknál, akik most indulnak el ezen. Illetve hát nem nekik kell kitaposni az ezzel járó változásokat, illetve az ezzel kapcsolatos plusz teendőket. Milyen fejlesztési irányelvek várhatók nálatok? Most az e-services rendszerről beszélünk, egyértelműen az igény afelé tolódik el, hogy maradjon meg egy olyan rendszer, amit eddig is használtak, tehát az üzemeltetés szempontjából, de ugye az egyre nagyobb számban jelentkeznek azok a gazdaságok, akik ugye a digitalizáció felé, a precízió felé fordulnak el. Egyértelmű, hogy a vetőgépek mellett, ahol már ugye eddig is megtapasztalhattuk, hogy differenciált kijutatásra alkalmasok, sorelzárásra, szakaszolásra, azt gondolom, hogy egyre inkább át fogunk menni e tekintetben a talajművelőgépek oldalán is ebbe az irányba, hogy minél nagyobb mennyiségben tudjon információt adott esetben szolgáltatni, akár egy felhő alapú adatátvitelen keresztül hozzáférés biztosítani a gazdáknak. Ezt értem ez alatt a talajművelőgépeket, tárcsákat, kultivátorokat, de adott esetben egy sorközművelőnél is egy sorelzárás, illetve egy sorkiemelés, az azt gondolom, hogy egyre inkább az alap felé fog eltolódni.